Azt gondolom, hogy a határon átnyúló mobilitás, a nemzetközi mobilitás, az fontos az egyénnek és fontos az intézménynek egyaránt. Az egyénnek azért, mert tapasztalatot szerez, ismereteket szerez, megismeri egy más ország, egy más egyetem működését és az ottani folyamatokat. Az intézménynek pedig azért fontos, mert hogyha a hallgatói és az oktatói részt vesznek ezekben a programokban, akkor ezeket az új ismereteket hasznosíthatja a saját működése során, akár az oktatásban, akár a kutatásban, képzésfejlesztésben, tehát számos olyan területen, amelyet a felsőoktatási intézmény az egyetem gyakorol és végez. Az Erasmus program az Európai Uniónak a támogatási programa, amely mind a hallgatói, mind az oktatói mobilitást segíti. Emellett azonban a magyar állam is működtet programokat, amelyek azt a célt szolgálják, hogy akár a magyar hallgatók külföldre, akár a külföldi hallgatók Magyarországra jöjjenek tanulni különféle szintű képzésekben. Az egyik ilyen a Stipendium Hungaricum képzés, amely azt támogatja, hogyha külföldi hallgatók jönnek Magyarországra végzettséget szerezni. A Campus Mundi program pedig a magyar hallgatóknak a külföldi tapasztalatszerzését támogatja, oly módon, hogy akár hallgatói mobilitás, tehát tanulmányi programban való részvétel, akár pedig szakmai gyakorlatszerzését lehetővé teszi. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a nemzetközi esítés fontos stratégiai célkitűzése, és mindenképpen azt szeretné, hogy ebben a nemzetközi tevékenységben hangsúlyosan és megfelelően részt vegyen. Ez egyik oldalról jelenti a mobilitási programokban a részvételt. Ösztönözzük a hallgatóinkat, hogy menjenek külföldi tapasztalatszerzésre. Másik oldalról számos hallgatót, külföldi hallgatót fogadunk. Ugyanez érvényes az oktatókra is, hiszen az oktatóinkat is igyekszünk külföldi tapasztalathoz, gyakorlathoz segíteni, illetőleg neves vendégoktatókat is fogadunk az egyetemen.